Tragédia lett az álomnyaralásból. Egy baráti társaság Tájföldre utazott, de a svédasztalos vacsora után mindannyian rosszul lettek, egy férfi pedig közülük meg is halt. Egy magyar nő, aki a tragédia idején szintén ugyanabban a luxusszállodában lakott, azt mondja, a társaság halat és más tengeri ételeket vacsorázott, ettől kaphattak ételmérgezést. A férfi halálát is feltehetően ételmérgezés vagy ételallergia okozhatta. A tények összefoglalója után ezzel a témával foglalkozunk majd. Mentőautó az egyik tájföldi luxusszálloda előtt. Itt halt meg egy magyar férfi egy svéd asztalos vacsora után. Többször próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A szállodában rajta kívül is többen nagyon rosszul lettek. Egy magyar nő, aki a tragédia idején ugyanebben a pattajai hotelben volt, telefonon nyilatkozott. Azt mondta, a baráti társaság a tragédia estéjén halat és tengeri ételeket evett. Fél kettő tájékában kezdtek el rosszul lenni, mikor a srácnak a barátnője szólt a többieknek, hogy nagy baj van, mert egyre rosszabb állapotban van a párja, és akkor már eszméletét elvesztette. Szóltak a szállodának, hogy szeretnének mentőt, de addig a szálloda még csak egy taxit hívott, mert valószínűleg nem vették komolyan, hogy tényleg akkora nagy a baj. Majd mire lekísérték a srácot a recepcióra, ott összeesett, ott elkezdték a baráti társaság tagjai újraéleszteni. Ezután hívták ki a mentőt, de a 41 éves férfi nem sokkal ezután meghalt. A társaságból valamennyien ételmérgezést kaptak. A férfi halálát feltehetően ételmérgezés vagy ételallergia okozta, de az is elképzelhető, hogy a kettő együtt ezt majd csak a boncolás után lehet megállapítani. A magyar nő azt mondta, rengeteg turista lett beteg a szállodában. Egy házi orvos szerint a tengeri ételek allergiás reakciókat is kiválthatnak. Az allergiának a tünetei és az ilyen anafilaxiásoknál azonnal jelentkeznek, fulladás, kipirulás, gégeidéma, eszméletvesztés. Tehát itt tulajdonképpen az azonnali beavatkozás csak az, ami tud segíteni. Egy szakértő azt mondja, a trópusi országokban rosszak a higiéniás körülmények, ezért érdemes odafigyelni, hogy az utazások során mit teszünk. Az ilyen helyeken például csak palackozott vizet érdemes inni. A szakértő külön felhívta a figyelmet a kagylókra, amelyekben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, és ez akár fél órán belül halált okozhat. Vendégünk a témában Jókuti András gasztroblogger és Tóth Gábor élelmiszermérnök. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát ha valaki, akkor te, András, azt gondolom, hogy abszolút képben vagy az ázsiai konyhával, és nemrég érkeztél haza, honnan is? Hétvégén Vietnámból, igen, egy hónapnyi Vietnám után. Na, milyenek ott a higiéniás körülmények? Hát mások, mint Európában, finoman szóval, tehát hogy egy kicsit mások a standardek, tehát alapvetően nem annyira ügyelnek ezekre a dolgokra. De mondjuk, ha ugye itt elhangzott, hogy oda kell figyelni nagyon arra, hogy az ember mit eszik és hol eszik, csak én ugye élvezeti oldalról közelítem meg a dolgot, és a legjobbat, meg a street foodot, tehát hogy azt az utcán és a műanyag sámlikon üldögélve, kis 30 centis asztalkáknál üldögélve lehet enni akár olyan éttermekben, ahol mondjuk nincs is étterem maga, hanem csak kitelepülnek valahova a járdára egy robogót javító ember mellé, és ott készítik az elég finom ételeket. Azért mondom, hogy mások a standardek, egyébként ezeknek a helyeknek megvan az az előnye, hogy viszont minden friss. Tehát ők általában kitelepülnek mondjuk reggel, akkor elkezdi főzni, vagy hozza már félig készen, és aztán amikor elfogy az étel, akkor elmegy haza. Tehát ott nincsenek maradékok, nincsen újrahasznosítás és semmi egyéb. Nyilván nem tőlem kell tanácsot kérni olyan témában, hogy mire kell vigyázni. Tehát hogy ezt mondom, ez egy másik megközelítés, de élvezeti értékük nagyon magas ezek. De nyilván a szállodában egyébként arra számítan az ember, hogy ott azért maximálisan figyelnek erre, vagy próbálnak jobban odafigyelni rá. Milyen olyan ételek vannak, amik egyébként veszélyesek lehetnek nekünk? Hát ugye a hal és a tenger gyümölcsei, amelyek egyébként a szakma szerint egészséges élelmiszerek lennének, vagy ételek, de a szalmonella, a kampilobakter, a kóli, tehát a szennyeződések ott vannak. Na most például egy konyhai dolgozó nem mos kezet a WC után, ami mondjuk ott előfordulhat, de egyébként bárhol, de nagyon-nagyon figyelni kell egy cégnél, akkor hiába van jól megfőzve, megsütve az étel, a kezével ráviheti, vagy a hajáról ráhullik. Tehát kell, hogy a megfelelő öltözet, megfelelő higiénia. Na most ezekben az országokban azért itt lehetnek problémák, Európában, Amerikában azért nagyon odafigyelnek a szakmában, ugye a HACCP egyéb rendszerek, de
az ázsiai vidékeken. És belefutnak azért a nyugati igen. világban is ilyenekbe, éttermek bőségesen. És azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye, nem tudom, néhány évente hallunk egy ilyen hírt, tehát ilyenkor megijedünk. Azért ne felejtsük el, hogy itt minden nap sok tízezer, sok százezer ember étkezik hotelekben, és általában nem szokott, tehát 99%-ban nincsen probléma. Most azért esetenként ugye előfordul egy ilyen ételmérgezés, ez valószínűleg nem allergia, hanem ételmérgezés, vagy fertőzés, de itt elég gyorsan a tünetek jelentkeztek, tehát azt látom, hogy itt inkább mérgezésről van szó. Mérgezés, igen. Az, hogy ez melyik szerotípus, hogy ez éppen jerzéni, a Salmonella coli, meg hogy az illető milyen immunállapotban volt. Tehát az, hogy meghalt, az nekünk nagyon kevés információ. Lehet, hogy nem ivott eleget, ki volt száradva, lehet, hogy túl volt egy hasmenéses problémán, egy víruson itthon, úgy utazott ki. Tehát egy csomó mindentől függ, hogy ott miért halt meg. Ez egyáltalán nem biztos, hogy csak a szárad a felelősséget. Hát van nekünk egy friss cikkünk, egy friss infónk, hogy állítólag a vajhal végezhetett Tiborral, ugye, aki meghalt. Vajhalról mit lehet tudni, András? Hát vajhal néven elég sok mindent árulnak, tehát hogy ott is van olyan vajhal, ami tényleg az, és van olyan, ami nem az, és van olyan, ami nem az, csak úgy hívják, és abból valóban az már kis mennyiségben is hashajtónak számít, tehát hogy az önmagában az a hal valójában nem nagyon alkalmas emberi fogyasztásra, úgyhogy ilyen szempontból. Az olaj miatt egyébként? Nem tudom, hogy pontosan mi a hatásmechanizmusa, de nagy mennyiségben biztos, hogy komoly problémát okozhat, de én innen nem fejteném meg, hogy pontosan mi lehet. Ugye a hal a legkönnyebben romló, tehát a hal és a tenger gyümölcse, a legkönnyebben romló élelmiszerek, szinte azonnal el kell fogyasztani, nem lehet tárolni, nem szabad le. És ha már egy éjszakát állt, tehát ha állott, akkor már ugye szaporodik benne mindenféle. Kérdés, hogy milyen volt a konyhai higiénia, állott étel volt, vagy friss étel volt, mennyire volt átsütve, átfőzve, honnan származott, nyomon követhetőség. Nagy kérdések, én ugye nem tudom a hírekből, hogy ezek hogy alakulnak, szerintem még a szakma sem tudja, még pontosan nem tudjuk a híreket, csak azt, ami történt. Egyébként mit gondoltok, melyik lehet a tisztább, a sterilebb? Mert ahogy most András elővezette ezt az utcai árust, és ahogy ott én magam elé képzeltem, nekem ez bejön. Tehát, hogy én lehet, hogy szívesebben lennék ott, mint mondjuk egy szállodában, ahol most az én hát megállásom szerint, végig hogy jobban előfordulhat egy ilyen baktérium. Előtte végigpörög előttünk az életünk, mielőtt egyet elfogyasztunk, tehát, hogy itt bármi lehetséges. Azzal kell számolni, hogy egyetemen oktatják, hogyha valaki ilyen országban megy, akkor ugye, hát a palackozott vízre ugye volt szó igen, a diplomában is, tehát azzal számolni kell, hogy bekövetkezhet egy ilyen. Tehát aki egy ilyen helyre megy és itt eszik, nem tudom, szabad egyet mondani, hogy ott számolni kell. Tehát egyébként vannak jó bélfertőtlenítő anyagok, szerek. Pont ezt akarok kérdezni, jó kis igen. És semmi ilyet nem használok, és egy hónapon keresztül talán egyszer vagy kétszer voltam igazi étteremben, és még csak azt sem gondolom, hogy egy igazi étterem, ugye ebben az esetben is egy valódi étteremről volt szó, sokkal kisebb rizikó. Baj nem is volt, tehát nem is... Hát én nekem azért már edződött a gyomrom elég sokat, tehát hogy ugye a világ... Itt egy erős szervezettel állunk szemben. És immun szempontból sem vagyok rossz, igen, de hogy tényleg gyakorlatilag nem riadok vissza semmitől, sőt ebben az esetben a család is velem volt, és ők is követtek mindenhova, úgyhogy azt gondolom, hogy azért nagyon riogatni nem érdemes, nyilván vannak rizikók. De neked Gábor egyébként rossz véleményed van arról a fajta kiszolgálásról, adásról nyilván, de hogy arról a fajta kiszolgálásról, amiről beszélt, tehát a street food, az utcai árusítás ilyen esetben szerintem, hát halált megvető bátorsággal meg lehet próbálni az ilyesmit. Igen. De én azt gondolom, ebben nagyon nagy rizikó van, a szakma is ezt elismeri. Uh-huh. Egy luxus hotelről beszélünk a riportban, azért az egészen más, hogy mi történt, azt meg kell nézni. Hol volt a befertőződés, az utcai árusítás, de ez itthon is így van. Egy talponállóban, büfében eszünk, ott azért sok minden megtörténhet, bár ellenőrzi a szakma, tehát egészen más azért itthon, mint külföldön egy utcai árus, de én azért ezt meggondolnám kétszer is, akinek egyszer a szervezete, az könnyű, meg hogy van bőven gyomorsav, tehát nem mindegy, hogy sok gyomorsav van vagy kevés. Rengeteg gyomorsavat magammal ilyenkor. Köszönjük szépen. András, szépen kielemeztük, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.